Vörös Marti Mihály, a vén cigány. Húzd rá, cigány! Megittad az árát. Ne lógasd a lábadat hiába. Mit ér a gond kenyéren és vizen? Tölts mellé bort a Mindig így volt a világi élet. Egyszer fázott, másszor lánggal égett. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod? Mikor lesz a nyűjt vonóbul bot? Szív és pohár, tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gondban. Véred forjon, mint az örvény járja. Rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égjen, mint az üstökös láng. Húrod zegjel, vésznél szilajabban és keményen, mint a jégverése. Oda ment az emberek vetése. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod? Mikor lesz a nyűt vonóbul bot? Szív és pohár, tele búval, orral. Húzd rá, cigán! Ne gondolj a gondot! Tanulj dalt az engő zivatartól. Mint nyög, ordít, jajgat, sír és bömböl. Fákat tép ki és hajókat törd el. Életet folyt, vadat és embert öl. Háború van most a világban. Isten sírja reszket a szent honban. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod? Mikor lesz a nyűt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! Kié volt ez elfolytott simartás? Mi üvölt sírre vadrohanatban? Ki dörömböl az ég oltozatján? Mi zokog, mint malom pokolban? Hulló angyal, tört szív, őrült lélek, vert hadak vagy vakmerő remények, húzd! Ki tudja, meddig húzhatod? Mikor lesz a nyűt vonókul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! A vak csillag, ez a nyomorú föld, hadd forrogjon keserű levélben, s annyi bűn, szenny és ábrándok gökítől tisztuljon meg a vihar hevében. És hadd jöjjön el Noé bárkája, mely egy új világot zár magába. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod? Mikor lesz a nyűt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! Húzd! De mégsem. Hagyj békét a húrnak. Lesz még egyszer ünnep a világon. Majd ha elfárad a vész haragja, s a viszály elvérzik a csatákon, akkor húzd meg újra lelkesedve. Isteneknek teljék benne kedve. Akkor vedd fel újra a vonót, és derüljön zordon hullod. Szűd teljék meg az öröm forrával. Húzd, s ne gondolj a világot. Szóval világ.
a harc mezején, ott folyjon a szívemből a vér. Legyek külszírta egyről a földre, egel fölött rázó, menjünk és nőtt le, a majd minden rabszolga nép. Járj már meg úva síkra lép, pirosló arccal, piros zászlókkal, s a zászlókon eme szent jelszóval, világ szabadság. Tisztelt hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm a lehetőséget a Felsőfokú Tanulmányok Intézetének és az Aranyos Struccnak, hogy itt most a 12 legszebb versről beszélgethetünk. Rozmán Kristóftól hallották Vörös Marti Mihály a Véncigány című versét, amely a 12 legszebb magyar vers egyike az én szubjektív válogatásomban. A másikat nyilván felismerték, Petőfi Sándor Egy gondolatban tengem egy című verse Varga Bence előadásában a Pont zenekar dallamaira. Ez ugye egy szövegében erősen parafrázis jellegű vers volt. Talán még hallunk az est folyamán ebben a szűk órában más parafrázist is, hogyha lesz rá időnk. De engedjék meg, hogy mielőtt a tárgyra térnék egy percet, arra kérjek, hogy Kőszegen lévén föltegyem a kérdést, hogy hányfajta ember van a világban, kőszegi és nem kőszegi. Azt, hogy kőszegi és nem kőszegi, mint az emberek csoportosításának, értékrendbeli csoportosításának műfaját, ezt én Adli Gézától tanultam, és azért, ha emlékezem most róla a versekről szóló beszéd előtt, vagy előadás előtt, mert hogy vannak a kőszegiek is, vannak, akik csak szeretnének kőszegiek lenni, mint én, mert hogy Adli Gézáról most nemrég megjelent egy könyvem, ennek volt itt a könyvtárban is bemutatója, és én azt hiszem, hogy az iskola határon a magyar irodalomnak egy olyan alapvető regénye, amelyhez képest tudjuk mérni magunkat. Amelyhez képest a múlt és a jövendő is méri magát, és persze a 12 legszebb magyar vers is olyan értékeket, olyan gondolatokat és olyan érzéseket ébreszt bennünk, hiszen ezért csináltam ezt a szubjektív válogatást is, hogy a jelen, a múlt és a jövő tudja mihez mérni magát. Most a 19. században nyertünk bepillantást. Petőfitől egyébként a szeptember végén című vers van benne a 12-ben, amelyet a legelső magyar vámpír versként szoktunk emlegetni újabban az iskolákban, mert ha azt mondjuk, hogy szeptember végén, az nem biztos, hogy a diákokat érdekli, de azt mondom, hogy az első magyar vámpír vers, bejövök érte a síri világgal az ég közepén, és oda leviszem azt, akkor mindjárt érdekessé válik. Vagy ha megkérdezem azt, Petőfi Sándorról van tehát szó, hogy mikor született Petőfi Zoltán? Kérdezem önöktől, Szilárd ígérte, hogy interaktív rész is lesz. Nem tudom, hogy pohár sört, hideg szódát, vagy sportszeretet ajánljunk majd föl azoknak, akik hoztak verset, vagy akik a kérdésekre válaszolnak. Tehát mikor született Petőfi Zoltán? Tudja-e valaki a tanítványainkon kívül? Ők remélem emlékeznek rá. Tehát Sándor fia, Szendre Júlia és Petőfi Sándor fia. Amikor Petőfi Sándor és Júlia, ezzel indult ez az egész program 2007-ben, Koltón 140 évvel 2007 előtt, tehát 1847-ben Mézes heteiket töltötték. Sándor két héttel a Mézes hetek lejárta előtt a koltói kastélyban, visszautazott Budapestre, ez még nincs összefüggésben attól, hogy mikor született a gyereke, csak kicsit arra szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy a mai világban, a mai iskolában egy másfajta és újfajta Petőfi képet is érdemes végig gondolnunk, és érdemes tanítanunk, és érdemes beszélünk róla. Tudom, hogy itt nem csak magyar tanárok ülnek, tehát nyilván nem annyira az irodalom tanítás szakmai részére szeretnék utalni, hanem pontosan arra, hogy Petőfi azon kívül, hogy az életrajzi adataiból tudunk valamennyit, nála ez elengedhetetlen, ugye a forradalom miatt, de nézzük csak az első magyar vámpír vers, hogy miért utazik föl Budapestre két évvel előtt Koltóról? Azért, mert hatszobás lakást bérel
vajon miből bérel az az ember hatszobás lakást, aki két évvel azelőtt még gyalog egy Debrecen és Pest között, mert hogy nincsen még kocsira sem pénze. Abból, hogy előre eladja a verseit. Akkor Michael Jacksonjának szoktam nevezni neves egyszerűséggel. Petőfi a profi, felépíti saját magát és saját életét. Erről nem nagyon szoktunk az iskolában beszélni, és nem nagyon szoktunk hallani róla. Tehát fölmegy Emil Gusztáv kiadónak, eladja a verseit, a még meg nem írt verseit előre eladja. Olyan szerződést ír alá, amelyből a polgári jólétet szeretné megvalósítani, és hatszobás lakályt ír el, amelyet persze nem tudnak belakni, majd Jókai lesz az albérlőjük. Tehát Petőfi Sándor és Szendrei Júlia mézesejteire mindjárt visszatérünk, de még annyit hadd meséljek el Koltó kapcsán, hogy amikor ott álltunk diákjaimmal 2007-ben a koltói kastély erkélyén, amely Petőfi korábban még nem volt, tehát ők csak az ablakon tudtak kinézni, és ott van ez a bizonyos hálószoba is, hogy, és mindjárt visszatérünk Petőfi Zoltánra, elnök felejtsünk, hogy ilyen rövid az ágy, a nászágy. Vajon miért? Kérdezi az ember a helyiektől, és akkor a helyiek elmondják, hogy azért, mert mindenki ki akarja próbálni. És le kellett vágni egy darabot belőle, és oda kellett egy láncot húzni, hogy senki nem úgy akarja kipróbálni, csak rá akar feküdni. És elkopott az ágy vége. Petőfivel kapcsolatban egyébként itt Koltón, nagyon érdekes egyéb mendemondák is, hogy volt egy cigánylánnyal kapcsolattal, stb. Élnek, de hát ezekről most én hosszabban nyilván nem beszélek, viszont az tényleg érdekes, hogy mikor született Petőfi Zoltán. 1848. december 15-én. Tessék visszaszámolni egy kicsit, és március 15-én jön ki, hogyha 9 hónapot visszaszámolunk. Tehát Petőfi az a költő, aki annyira együtt éli az életet, a gondolkodást, az érzelmeket, hogy nyilván nem tudjuk, hogy pontosan mikor fogant Zoltán 15-én este, lehet, hogy 13-án vagy 18-án, ez orvosilag ugye lehetséges, nézek a fölorvosra, szóval minden lehetséges, de hogy 15-én született, az biztos. Tehát ezekben az euforikus napokban úgy érte meg az életet, hogy individuálisan is, és a közösség szempontjából is teremtett, és szó szerint alkotott, létrehozott valakit, valamit, eszmét, hát mi? Azt, hogy szabadság szerelem. E kettő kell nekem, szerelmemért feláldozom az életet, szabadságért feláldozom szerelmemet. Mindannyian ismerjük azt a pár soros verset. Azt már nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy 1989-ben a Tiananmen téri kínai diáklázadások, pekingi diáklázadások idején a kínai diákoknak a mellére ez volt írva, hogy szabadság szerelem. Petőfi kötelező anyag Kínában, szobra is van, mint tudjuk, tehát Petőfi Sándor úgy vonul be a köztudatba és a tudatunkba ma, mint a legnagyobb magyar költő, de esetleg ezt is érdemes róla tudni. Esetleg érdemes róla olyasmiket is tudni, hogy vajon miért adott el Magyarországon az utóbbi 20 évben legtöbb autót a Suzuki? Ebben is Petőfi Sándor segített természetesen, hiszen amikor 2000-ben megjelent a Suzuki Vagon R gépkocsi, tudják az a kockás, én is bedőltem, mint magyar tanár, akkor vásároltam egy Suzuki Vagon R. Miért vásároltam? Mert ez volt odaírva a óriás plakátokra, hogy szabadság, szeretem. Tehát egyetlen betű megváltoztatásával a Suzuki PR-osa tudta, hogy a magyarországi ember, a magyar emberek kulturális szótárában ez a vers benne van. És erre appellálva, hát nyilván viccből mondom, hogy ezért adtak el a nyautót, de hát lehet, hogy ez nem is olyan vicces, lehet, hogy ebben volt is valami. Lehet, hogy rám biztos, hogy érzelmileg is ez hatott a szakmából adódóan is. Szóval, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz a dolgok, az a kérdés. És az a kérdés, hogy mondhatunk egyetlen olyat, hogy a 12 legszebb magyar vers. Biztos, hogy akik itt vannak, nem értenek egyet velem mind a 12-ben. De ez egy olyan játék volt 2007 és 13 között, és azóta is megy tovább, majd el fogom mondani, hogy hogyan, amelynek számomra az indító gondolatot megfogalmazó ember számára az volt az egyik legnagyobb nyeresége és legizgalmasabb tapasztalata, hogy mégiscsak lehetséges az, hogy sok ember ebben az országban
ugyanazt akarja, együtt akar. És nem úgy szép. Nem azonnal az jut eszébe, hogy miben akarok különbözni a másiktól, miben akarok külön utakon járni. Soha a 6 éves program alatt 12 konferencia, 12 kötet, 12 film, 12 ezer diák, ezt majd még elmondom, hangsúlyozva még egyszer, vagy részletesebben egy picit. 40-50 előadás hangzott el, volt úgyhogy 55 előadás egy konferencián, ezekben a tudományos konferenciákon, amelyekből ezek a kötetek születtek. De majd még erről is mondok pár szót. Most csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy csodálatos volt megélni azt, hogy az emberek 4-500, olykor még több kilométert utaznak a saját költségükön, egyetemi tanárok, középiskolai tanárok, néha diákok is, a saját képzelőikön azért, hogy 15 percet vagy 20 percet beszélnek egy versről. Nekem ez volt a legnagyobb tapasztalatom, hogy a vers igen összeköt. Szóval én el szoktam mondani, amikor tanított diákoknak, hogy az irodalom az arra való, hogy kapcsolatokat teremtsen az emberek között, hogy megértési lehetőségeket teremtsen az emberek között, hogy a nyelvet a legmagasabb rendű formájában használni tanítsa meg nekünk, hogy egy remek mű mindig újra tanítja velünk a nyelvet, hogy nem lehet Arany János után, Petőfi után, Vörös Marti után, József Attila után már ugyanúgy használni a magyar nyelvet, mint előttük. Mert ha a Véncigányt meghallgatjuk, akkor utána ez a sor belemászik a fülünkbe, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. És föltesszük magunknak a kérdést, hogy valóban lesz még egyszer ünnep a világon. Mi a véleményem nekem erről? Én hogy gondolom, viszonyom lesz a vershez? Ha egy kicsit többet foglalkozom irodalommal, akkor megdöbbenek azon, hogy ahogy most Kristóftól hallottuk a verset, talán még most is feltűnt, nyilván mindenki ismerte a verset, de esetleg régebben hallottuk, de most is feltűnt, hogy mennyi benne az ismétlés, hogy 20 cigány, stb. Tehát ha fel tudják idézni, ezek ilyen 8-10 soros szakaszok, és az utolsó 4 sor az mindig refrén, mindig ismétlődik. 1854-55-ben vagyunk. Ezt az évtizedet az irodalom modernsége kezdetének szokás tartani. Ekkor jelenik meg 1956-ban a Bovary név, Flaubert regénye, ekkor jelennek meg Baudelaire verse, illetve kötete, a Romlás virágai, amelyet Kognai József kör újabban a rossz virágainak szokás fordítani. Ekkor írja Kemény Zsigmond nagy történelmi regényeit, a Szordidő, Rajongó, stb. Ekkor írja Arany János balladáit, a Verszi Bártokat, az Ágnes asszonyt, a Szondikét aprodját. Tehát ez azért mondtam a magyar és világirodalmi példákat, hogy azt látszódjék, hogy igen, a magyar irodalom ott van, úgymond a topon, a világirodalom élvonalában. Aztán helyen közel korábban is és később is kicsit mindig elkésünk, ahogy Adi megfogalmazza, ugye, hogy cirkuszponyvákból volt sorssal engelőttünk, mi mindig mindenről elkésünk. A Fajok cirkuszában című versében, az már a századforduló után történik, tehát az 1900-as évtizednek az elején. De amikor itt vagyunk Vörös Martinál, igaz, hogy már a Mester Szabadságharc után, de igenis egy ilyen sor, amely aztán nem sokkal később, pár éven belül Madácsnál ismétlődik, hogy mondottam ember küzdjés bízva bízzá. Egy ilyen sor, vagy ez a bizonyos ismétléses szerkezet, amelyre utaltam, hogy a szövegben már nem csak a szöveg, miért mondjuk, hogy modernség? Mert a szövegnek nem csak az értelme, a jelentése lesz fontos, hanem a ritmikája, az alakzatai, a szóképei, ebben a versben, a Vincigányban millió olyan kép van, vak csillag, ez a nyomorú föld, hat forogjon keserű levében, amelyhez hasonlót addig nem adottak a költők. Olyan bonyolult, többféle rétegzettségben rétege épül egymásra ezekben a szövegekben a képeknek, amelyet addig nem látott a költészet. Ezért mondjuk, hogy elkezdődik a modernség. A létében elbizonytalanodó ember kezdi megfogalmazni magát a költészetben Baudelaire-nél és Aranynál. Diákjaimtól meg szoktam kérdezni, hogy igen, hát lehetséges, hogy meg szoktam tréfásan jegyezni nekik, hogy igen, hát Baudelaire nagyon sokat lopott Arany Jánostól. És aztán én azt hittem, hogy ez egy vicc, vagy ez egy tréfás gondolat órán, és kiderül, hogy ennek van szakirodalma, és Zemplényi Ferenc megírta szépen, hogy Baudelaire és Arany, 30 éve, Baudelaire és Arany milyen poétikai kapcsolatban álltak és állnak egymással.
Szóval azt szerettem volna hinni a 12 legszebb magyar vers program elindulásakor, a Kolton találtuk ki Vég Balázs barátommal, hogy csináljunk egy szeptember végén konferenciát, amikor egy tanítványom, Baranyi Réka májusban, 2007 májusában elmondta a verset ott az RKM Kolton a szeptember végén, és ott van a nyárfa, ott vannak a bércek, voltak virágok is, nem ugyanazok, mint 140 évvel ezelőtt, de a hangulat teljesen ugyanolyan, könnyekbe fakadtunk, és akkor vettük észre, 140 éves a vers, csináljunk el egy konferenciát, ezt megcsináltuk össze, és olyan jól sikerült, hogy utána leültem az asztalhoz, és mondom, csináljunk egy ilyen programot, tényleg csak úgy jött az ötlet, hogy legszebb magyar versek, van 12 legszebb film, 12 legjobb nem tudom, regény és hasonlók, illetve a Korunk című folyóra csinált egy ilyen felmérést, hogy pár év után 2002-ben, ha jól emlékszem, hogy melyik a legszebb 20. századi magyar vers. És aztán a Hajnali részegség lett az első, az Apokrif a második, az Eszmélet a harmadik, ha jól emlékszem, de csak 20. századról volt szó. És akkor azt gondoltam, hogy nézzük az egész magyar irodalmat. És szemtelenül bátor voltam, és leírtam 18-20 költőt és címet, és fölhívtam Kerényi Ferenc tanárokat, sajnos adottam meghalt Petőfi kutatót. Ő az, aki Petőfiről csinálta a négypötetes kritikai kiadást, majd írt egy ekkora monográfiát, meg még két-három másik könyvet, és mondták neki a kollégák, hogy Feri, most már azért nyugodt vagy, ugye? Mikor megjelent a monográfia, hogy azt mondja, hogy ennek még van 5 nap, amikor nem tudom, hogy mit csinál a sárban. Tehát a bölcsészeti tudományokban is vannak ilyen, hát 5 nap nem tudom, mit csinál a Petőfi, és ezt valahogy ki kell nekem deríteni. Szóval Kerényi Ferenccel beszéltem, mondtam neki ezt az ötletet, és azt mondja, hogy Balázskám, pontosabban ekkor született a 12 legszebb vers, hogy csinálj konferenciát, csak azt mondja, hogy akkor érdemes csak csinálni, ha van koncepció. És így lett a koncepció, hogy akkor legyen 12, kivágtam 6-8-ot, fájt szívem, Szabó Lőrincért, Barassi Bárintért, Tóthár Tádért és másokért, de dönteni kellett, és akkor jött ez a 6 év, és mint említettem az elején, érdekes módon soha igazából a résztvevők közül, vagy 400 előadó volt összesen, soha senki nem kérdőjelezte meg, hogy miért pont ez a 12. Voltak az előadók között, akik minden konferencián részt vettek, voltak akik 5-ön, 6-on, 8-on, voltak akik 2-3-on, ami az ő korszakukban vagy a kutatási területükben illeszkedett, de ez a kérdés igazán nem merült föl. És ez nagyon érdekes volt számomra, ez a másik nagy tanulság. Az első nagy tehát az, hogy lehet egyet akarni, és a második az, hogy belemen mindenki a játékba. Most még bevezetésképpen hadd tegyem föl Margó Csizsbán talán a kérdését, valójában ez a program erre szeretett volna válaszolni. Tehát az OTLIK kutatás, amelyet diákokkal részben itt csináltunk Kőszegen, a középiskolai tankönyveimben megfogalmazódó gondolatok ott az asztalon láthatók, vagy akár nem is vásárolhatók, illetve a 12 legszebb magyar vers program, ez mind az élményközpontú irodalomtanítás címszava alá rendeződik, vagy úgy foglalható össze. És az élményközpontú irodalomtanítási program az nem más, mint erre a kérdésre adandó válasz. Én úgy gondolom, hogy ezt a 90-es évek elejétől csinálom tudatosan, vagy egyre tudatosabban. Előre persze nem tudtam, hogy lesz 12 vers program, óriási szerencsémnek tartom azt is, hogy a tankönyveket megírhattam, kaptam egy ilyen lehetőséget, óriási szerencsének azt, hogy több száz kolléga jött velem, és Jordán Tamás csatlakozott a programhoz, és nagy versmondásokat csináltunk, és hogy határainkon túlra is eljutottunk, és a program ismerté vált, mondhatom azt, hogy középről van az egész magyar nyelvterületen, sőt azóta még a magyar nyelvterületen kívül is, és egyre még ismertetté válik a világon, vagy a világ bizonyos részein, túlzásokban azért ne essünk, de a világ bizonyos részein, majd el fogom mondani, hogy hol. Szóval, mert hogy ez a fő kérdés, hogy azt a paradigmaváltást, amelyben ma élünk, azt a kulturális jelrendszerváltást, amelyben ma élünk, miképpen tudjuk kezelni. Hogy a nemzedékek a kulturális jelrendszer használat tekintetében évtizedekre távolodtak el egymástól néhány év alatt. Azt értem ezen, hogy egész más nyelven beszél
egy 10 éves gyerek, mint egy 70 éves nagymamája vagy nagypapája, és a gyerektől tanul Facebookozni a nagymama. Tehát megfordul a kultúra átadás folyamata, mint amit eddig megszoktunk, és mondom, egy nemzedék életén belül történik meg ez a hatalmas váltás, és ezt valahogy kezelni kell. Az iskolában óriásira feszülünk, az magyar iskola rendszerben, úgy értem. Óriásira a feszültségek, hát ezt követheti mindenki a sajtóból is. És a feszültségek jelentős része ebből adódik. Holott valami olyasmit kéne csinálni, hogy alkut kellene kötni, szebben szólva, megegyezést kellene kötni a különböző nemzedékek között. Hogy én azt mondom a gyereknek, hogy olvasd el a Pál utcai fiúkat, ez ma kevés. Az egri csillagok esetében még kevés, nem fogja elolvasni. Fehér hollóként lehet most már pályát ritkítja az a gyerek, aki elolvasta. A Pál utcainék tartja magát, de a többi az, főleg lányoknál az egri csillagok teljesen érdektelen, és itt nem bántam nyomorom őket, bocsánat, ez teljesen természetes. Tehát valami változást kellene hozni, ezért én például felajánlottam a tavaly érettségizett osztályomnak, az egyetem mellett szoktam tanítani középiskolában, hogy elolvasom a trónunk arcát. Hogyha ők elolvassák, az iskola határ. Bevallom, hogy ők már elolvasták, én még csak a 120. oldalnál tartom, de utána haladékot kaptam, azt mondták, hogy tanár úr, rendben van, elég lesz, az 5 éves érettségi találkozom, beszámol róla. Jó, én tudom, hogy a pedagógia lényeg a türelem. Volt egy tanítványom, aki az érettségi, 20. érettségi találkozó őt is azt mondta, tanár úr, ez az iskola határa nem is olyan rossz, hogy most olvassam el. Na jó, de én arra nem tudok neki ötöst adni az érettségén, hogy megígér, hogy majd 40 éves korában elolvassa. Az a baj, hogy az érettségén nem lehet jegyet adni a kreativitásra, nem lehet jegyet adni arra, hogy a verset ír egy gyerek. Ha leír, hogy milyen a ritmusa és a költő anyukájának mi volt a foglalkozása, arra ötöst ad. Tehát micsoda abszurd dolog ez. De hogyha ő megírja, mondjuk, kérem szépen 16 éves korában, legyünk egy másik például matematikából, Bolyai János 16 éves korában egy új világrendet hoz létre. A semmiből egy más világot teremtettem írja. Egyébként ugyanakkor írja le lényegében, ugyanabban a történelmi pillanatban, sokan egy intézmény lényegében ugyanezeket a szavakat, hogy a költő időn alkot új dolgokat, csak semmiből világokat. Tehát a semmi és a világ összevetése, mindjárt József Attilához írjuk, az a 19. század elején jelenik meg először a magyar szerb gondolkodás történetében, de egyszer az irodalomban és egyszer a matematikában. A következő századfordulón megint ott egybe kapcsolódik irodalom és matematika egymással, és erről majd nem sokára a fiúkra példát is fogunk mutatni, hogy kapcsolódik össze Einstein, Adi és Berzsenyi Dániel. De még a bevezetésben, mielőtt még lesz az előadásnak néhány gondolatot. Szóval ez a fő kérdés, kulturális jelrendszerváltás, mit kezdjünk a kultúrával, költészettel, irodalommal a 21. században, ez hangzott el, tehát a szeptember végén konferencián. Azt mondom, hogy olvassunk másként, ne csak lineárisan, ne csak a lineáris betű sor nyomtatott szöveg olvasását tekintsük olvasásnak. Én azt mondom, hogy minden körülnézés olvasás. Tehát bárhol a világban körülnézünk, egy csomó jelet, ikont, képet látunk. Oda ki van írva, hogy nem tudom milyen bank, ott van egy kressztábla, azt jelenti, hogy nem fizikailag akadályoz meg a behajtásban, hanem a jelentésével akadályoz meg. Tehát egy tilos, egyirányú utca, stb. Tehát a templom egy másik szimbolikát fejez ki. Ha csak itt körülnézünk, akkor millió dolgot dekódolunk és olvasunk ki a körülöttünk lévő tárgyakból, jelekből. Azt mondom, hogy ezeknek a megértésében segít az irodalom. Tehát aki többet olvas Toldit, meg Bovarinét, meg nem tudom micsodát, Bovarinét nem jutott az előbb is, a több nézőpontoság szempontjából főleg, az jobban érti a világot. Ez egy felsorolt, amit néhány olvasási módozatot, amelyről szoktunk beszélni, csak nem szoktuk használni szoktuk, nem szoktuk megnevezni, nem nagyon szoktuk tanítani, nem fejleszti az iskola a dinamikus olvasást, a képernyő olvasást. Nem mondjuk el a gyerekeknek, hogy van épületek és képek olvasása, pedig egy elég nagy nevű filozófus Radamel mondja ezt. De még gyors olvasni se tanítjuk meg, a kívül az én tanítványom, amit meg szoktam tanítani, gyorsan, de legalábbis elmondom, mi az a gyors olvasás. A gyors olvasás, itt is elmondom, ha valaki szeretne megtanulni, utána tud nézni. A gyors olvasás azt jelenti, hogy egy óra alatt 3-400 oldalt el tudunk olvasni. A szemizmok átalakításának
a képesség fejlesztéséről van szó. Tehát az ember nem soronként olvas 15 betűt egyszerre, mert általában 15 betűt tudunk egyszerre, a szemünk ilyen szabadottan nézi a sorokat, hanem egy sor egybe kell elolvasni, és függőlegesen olvassuk el. Így lapozzuk a könyvet ilyen gyorsasággal. Volt olyan tanítványom, aki ezt megtanulta is. És megmutatta, hogy hogy kell, nem hittük el, bocsánat. Ennyi időt olvas el két oldalon, és utána fejből elmondja szinte az egészet, amit olvas. Tehát a képszerű olvasás, például a gyors olvasás egy lehetősége, könyvtárosok tudom, tudják, ők tanulnak ilyesmiről. Közösségi és hangos olvasásra tegyünk még egy hangsúlyt, ugyanis a nagy versmondásokkal, amikor 600-an, 800-an, 1000-en mondtunk verset Jordán Tamással, akkor közösség visszatalált a költészet ősi formáihoz, a közösségiséghez és a hangzó beszédhez. Tehát ezért gondolom, hogy az olvasás világ és egymás értés lehet. Mutatok néhány példát, hogy miket csináltunk. Sokan tudják a jelenlők közül, hogy Széchenyi István Szombathelyen érettségizett. Idézőben az érettségit, tehát négy vizsga volt ez, másfél éven keresztül tartott, a mai érettségének felelnek 1880. Ennek a 250. évfordulójára itt jártunk Kőszegen is, és az éppen Kőszegen felismerték nyilván a városházát. Tehát 2008. március 13-án 18 óra 48 perckor indultam el 48 diákkal Döblingben, és 48 óra alatt értünk Szombathelyre, úgyhogy a középső napon 18-ra 48 perckor itt voltunk Kőszegen, a 25. órában a Városházánál, részvévé váltunk a március 15-i műsornak. Látszik, hogy hula fáradtak vagyunk. Tehát 48 órán keresztül folyamatosan Széchenyi 19. század és 20. századi magyar szövegeket olvastunk, 12 fő olvasott, 12 fő aludt, 12 fő éppen ilyen főzött, szórakozott, csak itt aludtunk az iskolában. Gondolkodás másként, környezettudatosság. Én azt hiszem, hogy azok a tudományok maradnak fontosak az emberiség számára, amelyek az alábbi értékekkel képesek számot vetni. Környezettudatosság, tolerancia, szolidaritás, erőszakmentesség. Aki ehhez nem tud hozzászólni, az kihullik az emlékezet rostáján és kihullik az oktatási rendszerből is. Ez egy albatrosz maradványa. Tudják, a nagy szemétsziget a csendes óceánnak, földrésznyi szemétsziget. Az albatrosz gyomrában kupakok, kólásdoboz, öngyújtó és egyelek vannak, mert ugye azt gondoltam, hogy ezt meg kell lenni. Az albatroszt azért hozom példának, mert Baudelaire egyik legismertebb verse mindannyian tanuljuk középiskolában, az Albatrosz című vers, a költészet értelméről és lényegéről szól. De, hogyha a környezettudatosság, akkor írjuk át Nagy László versét. Kiviszi át a szerelmet. A 12 legszebb magyar vers egyikének válogattam be. Kiviszi le a szemetet, Mezei Péter átiratában. Az elem, ha végleg lelelünk, biztos, hogy a kukába kerül. Mi van a tejfölös pohárban? A galacsit ide dobálja? És a végén, és kiviszi le ujja közt tartva a szemetet a hátsó udvarra. Biztassuk arra a gyerekeinket, hogy írják át, biztassuk arra a saját magunkat, hogy másfelől tekintsük ezt a verset. Most nincs időnk arra, hogy erről versről részletesen beszéljünk, egy 400 oldalas könyvet írtunk róla, tehát minden versről született, mint mutattam, egy 3-4-500 oldalas könyv, 515 oldalas, azt hiszem a legvastagabb, azt hoztam el a hajnali részegség című kosztolányi versről Kristóf, akkor most kérném ezt a verset, jó? Ugyanis Kristóf is átírta ezt a verset slam poetry változatban. A diákjaimat megkértem, hogy mind a 12 verset írják át slam poetry változatban. Abból született ez a kis füzet, benne van az eredeti, és benne vannak a slam poetry változatok. Kristóf ezt a verset választotta. Kiviszi át Slam Nagy László társaiból. A lítium, ha totál lemerült, kiveszi majd fel a slam estőt. Lángunkat kiveszi videókamerára. Kifeszül azon, hogy ezt a trágya, sírban forgató irodalmat megörökítse. Hát gyere ide, s vedd fel öccsel, hogy visszazengik a katedrális falait, csapatunk keselyű rettentő szavait, s átbúdácsolunk rímeket mondva, szlám szerelmesen túl sok fajta. Köszönjük szépen! Menjünk tovább! Még mutatok egy példát, mielőtt részleteket néznénk a versekről. Ez a 11-es tankönyvemből egy oldalpár, a kulturális jelrendszerváltásra utalunk.
talán hátulról is látható, ugye, hogy itt egy szobor van, ez biztos látszik, ugye? Mégpedig egy mobiltelefonáló szobor, ez nem tudom látszik-e, mert ez nagyon fontos. Én még nem is láttam más módot, és ez ráadásul egy jó szobor, tehát nem egy kis. Marosics József alkotása a Vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központban látható. Megláttam pár éve, nagyon boldog volt, azonnal lefényképeztem, akkor írtam a tankönyveket, hogy erre valamit kell csinálni. És eljátszottunk azzal a gondolattal, hogy a fiú középiskolásnak néz ki, a mobiltelefonján éppen Góg és Magog fia vagyok én, hiába döngetek kaput falat, mert Adi Endrének ezt a versét SMS-ben olvassam. Ugye ez kicsit azért nehéz gondolat, hogy de azért belefér talán a gondolkodás. Elkértem a Petőfi Udalmi Múzeumtól a kéziratát a szövegnek, azt ide tettük, tehát ez az eredeti, ez egy mai változat, és akkor találtuk ki a tördelővel, szerkesztővel, kiváló Szabó László barátommal, hogy tegyük ide a verset hexadecimális számrendszerben. Ez az előzőre való utalás, hogy én a matematika iránt érdeklődő gyereket is be tudom vonni, vissza tudom csalogatni a szöveghez, mert van olyan gyerek, aki ezt el tudja olvasni. Itt ugye a távol ülőknek mondom, hogy 47, F3, 67, 20, E9, stb. Ez egy hexadecimális számrendszerben, ahogy a számítógép memóriája őrzi ugyanezt a verset, egy gyerek képes esetleg dekódolni. Ha lenne időm, még elmesélnék egy másik példát, talán van annyi. Jordán Tamásnak van egyetlen verse, az a cím, hogy eleje, közepe, vége. Írtam a tankönyveket, és beírtam a Gog és Magogba, tudják, volt a Gutenberg galaxis, a Gog galaxis és a Zuckerberg galaxis. Most ebben megyünk akkor át. Beírtam azt, hogy eleje, közepe, vége, és mi jött ki Jordán Tamás verse. Hát mondom, Tamás, föl is hívtam, nem is tudtam, hogy van verset. Megért, hogy betegyem a könyvembe, megengedtem. Elhívtam órára, 9-esek voltak a gyerekek, hogy mondja el ezt a verset nekem. Tünemény volt, aztán mondta, hogy nem mondhatom még a hajnagy részegséget. Hát mondom, óriási, a gyerekek mondom, jegyezzétek meg, aztán negyedikben eljött József Attilászni is, nagyon rendes volt. De eleje, ez a vers nem más, mint így hangzik körbe, hogy eleje, 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 közepe, eleje, eleje, közepe, vége, eleje, eleje, vége, eleje, eleje, csak nem tudom én elmondani. De ennek a három szónak a variációja egy oldalnyi, nyomtatott oldalnyi szövegen keresztül. De mi az értelme? Kiderül, ja, elmondja Tamás, és mondta a gyerekeknek, hogy a gyerekek, aki megtanulja ezt a verset, az egy ötöst. Nem is, hogy házi feladatnak feladat. Erre egy gyerek jelentkezik, hogy tanár, hogy én elmondom. Hogyan? Nem is értette. Ki jött és elmondta. Miért? Mert ez egy matematikai képletsor. Tehát a gyerek abban a pillanatban reprodukálni tudja azt a gondolat, és a Tamás kiderült, hogy ő sem tudja a saját versét, csak a logikáját ismeri, nem tudom értetni. Tehát ahogyan egymásra következik az ABC, ACB, ABC, stb. Stb. Ennek a logikája benne van a fejében, és amikor elmondja, mindig újra tanulja idézőjelben a saját versét. És ez volt két, három gyerek végül, akik ezt reprodukálni tudták. Tehát a jelrendszer váltáshoz még egy adalék, egy régi verset le tudunk írni új jelrendszerben, és akár még értelmesebben, még mélyebben tudjuk értelmezni, vagy más rétegeket is be tudunk vonni az értelmezésbe. A 12 legszebb magyar versprogramról tartom itt akkor, vagy mutatom, csak a pirosat kell olvasni, hogy ez volt a lényeg, hogy 12 magyar remekű újraértésére és újra értelmezésére tettünk kísérletet. És akkor most egy pillanatra megállok, kivetítem, és akkor jönnek a fiúk, kivetítem a 12 legszebb verset, legyenek szívesek ezt, ugye tudnak 3-4 felé egyszerre figyelni, mint a 12 évesek, akiknek nincs képzetük a mobiltelefon nélküli világról. Tehát legyenek szívesek nézni a listát közben, tehát ezek voltak a versek, a konferencia helyszínek és az időpontok. A költők nincsenek itt, ebből is csináltunk játékot, ugye biztos, hogy mindenki felismeri mind a 12-t, de esetleg majd el is mondom. Most elmondom egyben, Petőfi Uder, Irinszky, Arany János, Habics Mihály, Radvóti Miklós, Kosztolányi, Nagy László, hallottuk az előbb, Adi Endre, Berzsenyi Dániel, Vörös Marti, József Attila és Barsz Krisztő, Őszi Keringő, Vörös Sándor. És akkor halljuk most a Berzsenyi verset fogjuk meghallgatni ezek közül, és akkor megyünk a várat.
Berzsenyi Dániel a közelítő tér. Elvad már ide, s díszei unna. Tarlott bokrai közt sárga levélzet. Nincs rózsás labirint, s balzsamos illatok közt nem legyen az ezen. Nincs már szimfónia, s zöld rugasok között nem múlt gerlice, és a füzes ernyeink a csermely violás völgye nem illatoz, s tükrét durva csalit. A hegy boltozat néma homályból. Bíbor tirzuszain nem mosolyog ez. Itt nemrég az öröm vígdala harsogott, s most minden szomorú most. Ó, a szárnyas idő hirtelen elvelik, s minden míve tűnő szárnya körül. Minden csak jelenés, minden az ég alatt, mint a kis lefelejts, egész. Lassanként koszorunk vimbaja elvigyott, itt hát szép tavaszat. Még alig ízleli nektárját hajakon, még alig illetett egy-két zsekkevillat. Itt hát, s vissza se tér majd gyönyörünkon, nem hozhatja fel az több kikelet sor. Sem légunk szememet föl nem igéz, loll, barna szem. És akkor ehhez a vershez kapcsoljuk most ezt a számot, amely Emszernek a címe Emszer C négyzet, tehát Einstein idézzük, visszautalva a gondrendszerre és arra a lehetőségre, hogy, amit említettem, hogy a költészet és a matematika kapcsolódhat egymáshoz, hiszen azt mondja Einstein, hogy E egyenlő Emszer C négyzet, vagyis a tömeg és a fénysebesség négyzetének szorzata egyenlő az energiával. Ez tulajdonképpen mit mond? Azt, hogyha egy testet a fénysebesség közelébe gyorsítunk, akkor számára lelassul az idő. Biztos láttak ilyen szifiket, amikor elküldenek a Marsra valakit, 30 évre tér oda, de neki csak 2 év pedig kell, 3 év pedig kell. Tehát az idő relativitálásáról miről beszél Berzsenyi Dániel? Csak is erről, a mulandóságról. Arról, hogy a számomra fontos idő, az gyorsan eltelik, a nem fontos idő, az sokkal lassabban telik. Lassanként koszorunk bimbaja elvirít, hallottuk az előbb. Úgy rakja össze ezt a szöveget, hogy az aranymetszési ponton van ez a sor, lassanként koszorunk bimbaja elvirít. Vegyük ketté az elvirít szót, csak az igekötőt vegyük le róla. És azt látjuk, hogy milyen döbbenet, hogy egy szó az igekötő nélkül pont az ellenkezőjét jelenti annak, irít, pozitív, elvirít, negatív. Előtte ott van, hogy bimbo, tehát az egy, a szó együtt negatív, a bimbo, az egyik a vég, a másik a kezdet. Tehát az igen és a nemet, az életet és a halált kicsiben, nagyobban, még nagyobban és az egész versben megismétli. Vagyis ugyanarról beszél, mint Einstein. De egyébként Adi Endrétől vette Einstein is az ötletet, hiszen elolvasta azt a verset, amely itt van, a bucsút az éjszakában, amelyben az a sor található, hogy köszönöm szépen. Tehát minden egész eltörött. De Tellerede is egy bizonyíték nekünk, aki azt mondta, Tellerede, tudják, hogy kicsoda, azt mondta, hogy többet tanultam Adi Endrétől a maghasadásról, mint a világ összes fizikusától együttvéve. Hát ennél szebben a költészet lényegét megfogalmazni alig lehet. És akkor Bence írt egy dalt, azt lehet a címe, hogy nem szed szénézet. Nincsen szó, csak hang se kép, csak számokat adom az értelem. Kell most még egy rövid képlet, egy emszer cél a nézeten, amire írhatnál már egy ilkos szempár, radió a kisugarát. Ami elmondja miért köpül a tér melletted és mégis miért panasztod az oda hajnal és ölösen ütet a tárgy egy csepp felszállt.
életedre rongon szó, ahol már másnak élsz, mással ébredsz, most ő vagy az, amit én valamikor. Hihetetlen élmény volt, ahogy ezek a kisgyerekek
mondták, és érezni lehet, hogy nekik ez több, mint nekünk is sok, de ez az életet. Az, hogy magyarul beszélhetnek, úgyhogy nem kell szorongadniuk, ez felemelő és hihetetlen. Ezért megérte volna meg sem ezt a programot. És ez is még Koltó. Ez nagy bánya, amikor visszamentünk, éppen Bence látható itt a képen, mert aztán ők is velünk voltak, mert így kereteztük a konferenciát, erről is egy utolsó 13. kötetet megjelentettük, hogy Koltótól Koltóig, amelyben a módszertani tanulságokat mondtuk le. Ez az egyik legszebb, nem tudok persze választani, felismerték Esztergomot, a bazilikát, 1000 gyerek. De ott is jöttek át Párkányból, Szlovákiából egy vagy két buszti gyerek. Annyira hihetetlen volt, ahogy korosztályokat, foglalkozásokat, más-más országok állampolgárai egyetlen vers összefogta. Itt ugye az esti kérdés, Babics verse, miért nő a fű, hogyha leszállod, s mét szállod le, hogyha újra nő, hangzott el. Ez az egyik legmegrendítőbb, a hagyott részegség, a szabadkai gyönyörű szecessziós városháza tövében szintén 600 gyerekkel 2010-ben, akkor nagyon rossz volt a magyar-szerb viszony, Szabadkán is, most se túl jó, Szabadkán különösen olyan hangokat hallottunk, hogy ha nem is lebontani akarják ezt a városházát, de hogy úgy akarják felújítani, hogy belül szinte felismerhetetlenné válik. Hát persze, hát mind magyar királyokkal, történelmi személyiségekkel van tele, és ott ülésezik a Szerb Városi Bizottság, vagy micsoda önkormányzat. Szóval azért nyilván ez identitás problémákat is okoz. A gyerekek 2010 körül, nem azt mondom, hogy féltek az utcán, olyan is előfordult, de hogy magyarul beszél, nem mondom, hogy nem mertek, de mindig volt egy kis druk bennük. És ott voltak, és akkor ők mondhatták a verset. Fantasztikus érzés volt. Még Izraelből is volt vendég professzorunk, aki erre az alkalomra eljött és beszélt a versről. Ez Ajka, a Nagy László, kiviszi át a szerelmet. Itt 800-an voltunk körülbelül a templomdomban. Nem hiszik el, hogy a kollégám Marták Balázs ült az autóban, Devecseri szomszéd faluból való. Mentünk Ajkáról, Iszkázról, Nagy László falujába. Heten ültünk, egy nagyobb autó volt, én vezettem, és mondja a többieknek, hogy mentünk el a tározó, tudják a Devecsernél, alumínium, stb. Zajc, hogy hívják? Vörös iszap, köszönöm. Szóval ez is egy metafora, milyen szép, ez egy kétszavas vers, hogy vörös iszap tároló. Szóval megyünk el, és azt mondja, hogy gyerekkorom óta attól félünk itt, 40 éve, hogy ez egyszer leomlik. És egy-két maga leomlott. És olyan hihetetlen érzés volt, hogy a kiviszi át a szerelmet című vers egész más értelmet kapott ezáltal a katasztrófa. Nagy László fia, aki grafikus művész egyébként mondta nekünk, hogy Balázsként figyelsz, a kiviszi át a szerelmet az nem szerelmes vers, hanem az egy filozófiai költemény. Figyelsz, meg nincs kérdője a végén, a kiviszi át a szerelmet, nincs kérdője. És ő, tehát ez Iszkász, ő beszélt itt az édesapjáról, nagyon szép volt. Csönge, Rozmán Kristóf Csöngei, Zaporozsec és Csönge, így is azonosítette a két fiatal kolléga. Itt látják, hogy egész pici gyerekek is voltak, voltunk itt is vagy 700-an, a Vörös Sándor Károlyi emlékház látszik hátul, és elmondtuk a Vars Tristet, mindjárt elhangzik majd befejezésül, és valami felemelő élmény volt ez is, meg az is, hogy a falu apraja nagyja ott volt, másrészt a némik zsíros kenyeret kentek a 700 embernek, azt tessék elképzelni, hogy hány zsíros kenyeret kellett ott kennek, hány teát kellett, mert nagyon meleget írt el áprilisban. Tehát 12 konferencia, 12 kötet, 12 film, 12 ezer versmondó. Itt vannak a könyvek, amelyek közül mutattam akkor a legvastagabbak a hajnalészegséget. Mint láthatják, ez nyerte tehát. A versnek a kánonban elfoglalt fontossági helyét is jelzi a kötetek vastagsága. Ez lett az első, az eszmélet a második, és Babics a harmadik a virtuális eredmény hirdetésen. És össze lehet olvasni a gerincről, mert az elején véletlenül rájöttem, hogy a 12 kötet, de az 12 vers, ez 12 betűből áll, és ezért minden kötetet átettünk egy betűt, és össze lehet olvasni, hogy 12 vers.
Még egy könyvet, utolsó könyvet mutatom. Sokan ismerik a jelenlegiek közül Nagy Endre professzor urat, a Bécsi, illetve most a Semmelweis Egyetem tanára, a mi tanárunk is volt, és az ISZ kutatója. Minden konferencián ott volt, és ezért tőle egy külön kötetet tudtunk kiadni, az a címe, hogy 12 költemény. És végül nézzünk meg még azt a bizonyos ígért, nézzük meg ígért kiegészítést, hogy 12-ben 7 finnugor nyelven jelent meg a 12 legszebb magyar vers Pusztai János professzor támogatásával és segítségével, ezt ő találta ki, hogy lefordítja a 12 verset 7 finnugor nyelven, egy gyönyörű exkluzív kötet lett. Ezt kapták a Siófoki Világkongresszus, finnugor világkongresszus résztvevői, majd 15-ben elhatározták a finnugor írók, vagy a finnugor népek megismétlik a programot. Tehát ez így kerül a legtágabb kontextusba az egész. Tehát jelenleg azon dolgoznak, elsősorban ők, hogy ugyanezt a konferenciákat, köteteket, filmeket, minden a cserebiszektől kezdve a komik, minden finnugor nép megismétli teljes egészében a saját 12 legszebb magyar versükkel. Doktori disszertációt is jelzem, Olaszországban már kétszer is tartottam előadást erről a programról. És hát végül, de nem utolsó sorban, még egy utolsó képet szeretnék mutatni önöknek, hiszen az ember nem csak szellemiekből él, ezért én elhatároztam 2 évvel ezelőtt, hogy a 12 legszebb magyar vers program tiszteletére 12 óra alatt körbe biciklizem a Balatont, úgyhogy ennek emlékére készült ez a kép Fonyódigeten. Most befejezésül még hallanak egy verset, József Attila Eszmélet című versét, és Kristóftól, ahhoz még én fűzök egy kis kommentárt, és utána Bence zárja a Harcés című Vörös Sándor vers adaptációjával az estet, az előadást. Ezt mondanom se kell, én nagyon boldog vagyok attól, hogy a Zaporozsec együttes számára sikerült megszerezni Vörös Sándor örököseitől a jogot, illetve hogy én annak idején Bencét fölkértem, hogy ezt zenésítse meg, és annyira tetszett, ugye így van, az együttesnek, hogy ebből csináltak egy Zaporozsec számot. Szóval eszméletlen jó érzés azt látni, mikor egy rock koncerten arra dühöng a név, hogy külös és öreg az este, meg a mennyire teste. Most ugyanez egyébként megismétlődött a Golyai Gimnáziumban, amikor a közelítő télt, amit az előbb hallottak Kristóftól, mondtuk Szombathelyen 800 diákkal a Székesegyház előtt. És eltelt néhány hónap, jött ez ősszel volt, jött a szalagavató, és a Károly Frigyes igazgató mesélte nekem, hogy a szalagavató, mikor éjfélkor vége lett és ő bement a büfébe, akkor mit hallott? Akkor azt hallotta, hogy a 18 éves lakri kölkök egymást gabajodva, egymás vállát fogva, ritmusosan mondják a verset, hogy lassanként koszorúbbim vagy a elvéd. Tehát ennél többet azt hiszem, hogy a irodalom nem tehet, alig ha érhet el. És akkor most kérem az eszméletet, és ezt most én leveszem innen, hogy tisztább legyen a háttér. Tehát József Attila egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb verse következik, és akkor utána még pár szó szólt a verső. József Attila eszmélet. Földtől elhogyja az eget a hajnal, s tiszta lágyszavára a bogarak a gyerekek kipörögnek a napvilágra. A levegőben semmi vár, a csilló könnyűség leveg. Az éjjel rászálltak a fákra, mint kis lepkék a levelek. Kék, piros, sárga, összetett képeket láttam álmaimban, s úgy éreztem, ez a rend, egy fájó forszerelem. Most homályként száll tagjaimban álmom, s a vasvilágra rend. Nappal volt kél benne, s a kín van az éj, egy napsütőre ment. Sovány vagyok, csak kenyeret eszem néha. Eléha locska lelkek közt ingyen keresek bizonyosabbat, mint a kocka. Nem görgölődzik sült lapocka számhoz és szívemhez, kisgyerek. Ügyeskedhet. Nem fog a macska egyszerre kín és vett egeret.
akár egy halom hasított fa hever egymáson a világé. Szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, és így mindenki determinált. Csak ami nincs, annak hangokra. Csak ami lesz, az a világ. Ami van, szép. Teherpályán udvaron udakultam a fatövéhez, mint egy darabcsak. Szürke gyomércám, nyers, különös édes. Holttal estem az őt, mit érez, és a hallgatag vagonok a bárnyát, mely ráugrott a fény és harmatos szénre. Én itt a szenvedés belül, ám ott kívül a magyarázat. Sebed a világ, ég, hevülös, te lelkedet érzed, a lázat. Rab vagy, amíg a szíved lázad. Szabadulsz, ha kényedül nem raksz magadnak olyan házat, melyben házi. Én fölnéztem az est alól az eget fogaskerekére. Csilló véletlen szálaiból törvényt szőtt a múlt szövő szirke. És megint fölnéztem az égre álmai gőzei alól, s láttam, a törvény szövegéke mindig fölfesik valahol. Fület csend. Egyébként. Fölkeresed egy fiúságot. Nyilkos cementfalak között képzelhetsz egy kis szabadságot. És hát amint fölállok, a csillagok a göncölök úgy fénylenek fönt, mint a rácsok. A harmadik cella felett. Hallottam sírni a vasat. Hallottam az esőt nevetni. Láttam, hogy a múlt meghasadt, és csak képzetet lehet felelni, és hogy nem tudok más, mint szeretni gyönyörve terhei valamit. Minek is kell fegyvert veletni belőle aranyodulat? Az meglett ember, akinek szívében nincs se anyja, apja. Ki tudja, hogy az életet halálra ráadásul kapja, és mint találtárgyat visszaadja bárjukon. Ezért őrzünk neki. Ki nem istene és nem papja se magának, sem senkinek. Láttam a boldogságot én. Lágy volt szőke és másfél mázsa. Az udvar szigorú gyöpényig bolygott göndör mosolyt. Ledőlt a puha langy tócsába, hunyorgott, röppent még felé. Én ma is láttam, míg tétovázva magát, pihéjünk között én. Vasútnál lakom. Erre sok vonat jön meg, és ellennézem, hogy szállnak fényes ablakok a lengedező szösségére. Így irannanak örökében kivilágítottnak valakésen. Én állom minden fülke fényben. Én könyvök és hallgatok. Köszönjük szépen. Hát, mit is mondhatnék befejezésül? Azt hiszem, hogy egyrészt gondoljuk vissza a kulturális jelrendszerváltásra az eszmélet kapcsán és a Zuckerberg galaxisra. Tehát, hogy valóban igaz az, hogy József Attila fedezte fel a Facebookot, amikor azt írja, hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat 19 éves korában, nem így kiáltokban. Valóban igaz az, hogy az eszmélethez képest, mert hogy a költők és írók 50-70 évvel korábban megérzik a dolgok lényegét, valóban igaz az, hogy az eszmélethez képest lehet nézni az egész magyar költészetet, mondhatni minden, ami azelőtt volt, az az eszméletben összegződik, és minden, ami azután jön, az visszavezethető valamilyen módon az eszméletre. Így Vörös Sándor is, Hűvös és öreg az este, halljuk majd most az elején, ugyanúgy az idő relativitására, ugyanúgy a bennünk érzéseknek az összetettségéről szól ez a vers, mint ahogy József Attila. Ugyanúgy azt mondja Vörös Sándor, mint József Attila, és tulajdonképpen mind a 12 vers, és mind a 12 költő, hogy a nyelv alkalmatlan az emberi létezés teljességének a leírására.
rétegzett és árnyalt leírására azonban nincs más eszközünk, mint a nyelv, ezért azzal töltjük az életünket, hogy a nyelv segítségével és a költészet segítségével megpróbáljuk megragadni a lehetetlent, megpróbáljuk leírni a végtelent, megpróbáljuk elhinni Vörös Sándorra, hogy bennünk van a létre. Ezért ennek a mozgalomnak, mert most már mozgalomról beszélhetek, a 12 Hexe magyar vers kapcsán, Nietzsétől kölcsönöztük kicsit átfogalmazva a jelszavát és a mondatát, jelmondatát, és az így hangzik, és akkor én ezzel zárom ezt az előadást, és köszönöm, hogy meghallgattak, és így hangzik ez a mondat, hogy irodalom nélkül lehet élni, csak nem értelmes. Szóval ezt szeretném, hogyha majd felidéznék néha magukban, hogy irodalom nélkül lehet élni, csak nem értelmes. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor Bence következik. Megeste, hűvös és öreg az eset.